Köszöntöm nézőinket, ismét úgy gondolom, hogy egy sikeres véradáson vagyunk túl Karcagon, hiszen már itt pakolnak, véget ért a mai nap. Kovács Máriával beszélgettünk, a Vöröskereszt területi szervezetének a vezetőjével. Hogyan ítél meg a mai napot, sikeres volt ez a véradás? A mai nap egy közepesnek nevezhető véradás volt. 90 fő véradót vártunk a mai napra, sajnos 76 fő jelent meg. Ez 86%-os teljesítést, 6 első véradónk volt, 16 kiszűrt volt, így 60 darab vérkészítményt sikerült a mai napon úgymond begyűjtenünk. 400 véradó behívót postáztunk el körülbelül, az önkénteseink segítségével, az iskolából is körülbelül egy 20 fő a jelent meg véradásra a középiskolákból. Itt szeretném megköszönni a középiskolák vezetőségének a támogatását, illetve az ottani vöröskeresztes tanárelnököknek a szervező munkáját, mert hiszen ez a 20 fő is nekünk nagyon sokat jelentett a mai nap statisztikájával kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy az is dicséretes, hogy ők egyáltalán merik vállalni, hiszen nem elég őket meghívni, azért gondolom, hogy kell előttük pozitív példa is. Minden évben szoktak nekik ilyen tájékoztatókat is tartani, tehát reméljük, hogy ez a 20 fő majd legközelebb, hiszen 3 hónap múlva jöhetnek legközelebb, akkor még többen jönnek. Igen, hát 3 havonta szervezzük a diákvéradásokat, tehát decemberben lesz a következő. Előtte mindenképpen egy ilyen szórólapos tájékoztatót küldünk ki az iskolába, és az ottani tanárelnök segítségével, illetve szervező munkáján keresztül próbáljuk a gyerekeknek a véradás fontosságáról egy kis előadást tartani, illetve próbáljuk meggyőzni őket, hogy úgymond csatlakozzanak a véradók táborába, hisz pontosan ez a legnagyobb probléma, nem csak karcagi viszonylatban, hanem országos szinten is, hogy sajnos nagyon kevés fiatal véradót tudunk megnyerni. Eljönnek 1-2 alkalommal, de azt, hogy egész életen át sajnos nagyon kevés az a véradó, és ebbe kellene megint egy kis ráerősítés, illetve tehát a diákok megnyerése mindenképpen nagyon fontos feladatunk a véradók létszámának a növelése tekintetében. Itt említett, hogy decemberben lesz a diákoknak legközelebb, de azért addig még a felnőtteket várják. Mikor lesz a következő véradás? Havonta egy alkalommal szervezünk Karcag városába a véradásokat, a legközelebbi véradásunk október 26-án lesz. Természetesen a lakosság mellett most is várjuk azon diákok jelentkezését, akik valamilyen oknál fogva betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni. Akkor reméljük, hogy minél többen jönnek, és itt említette az előbb, hogy voltak, akiket kiszűrtek, tehát azt hiszem, hogy nem elég elszer mondtuk már azt el, hogy ez egy arra is egy jó alkalom ez a véradás, hogyha valakinek esetleg most derül ki, hogy vérproblémája van, tehát koleszterin szint, vagy bármi olyan dolog van, akkor ez egyfajta előszűrés és egy egészségére való felhívás is. Mindenképpen a főleg a diákok figyelmét szoktuk erre fölhívni, hogy nagyon-nagyon, tehát több haszna van ennek a véradásnak, hiszen a saját egészségéről úgymond egy térképet kap, a nagyon fontos és betegségeket rögtön kiszűrik, ugye az AIDS, illetve a hepatitiszt, ami a fiatalság körében nagyon-nagyon elterjedt, tehát ezzel a vizsgálattal kiszűrik, mert hiszen ami vért itt most levesznek, azt nagyon alaposan bevizsgálják, és csak a úgymond egészséges vért fogják továbbadni, ha valahol valami problémát észlelnek, fogják értesíteni a diákot, illetve az érintettet, és felkeresi a házi orvosát, és időbe úgymond tudunk lépni, tehát tulajdonképpen a véradó a saját egészségét is ilyen formában megvédi. Vagy hát éppen nem ezekre a csúnya dolgokra gondoltunk, de mondjuk egy magas vérnyomás, vagy bármi olyan jellegű más problémát, amit a doktorné a vizsgálatokon kiszűr. Azt hiszem, hogy abból a szempontból is fontos, hogy tovább küldi, újból orvoshoz küldi, és kivizsgálják a adott betegségét. Így van, tehát tulajdonképpen, ha úgy nézzük, egy prevenciós jellege is van ezeknek a véradásoknak, hogy ne természetesen én az előbb csak a fiatalok problémájára próbáltam rávilágítani, de természetesen a közép, illetve a idősebb korosztálynak, ahogy Erzsik említette, de a magas vérnyomás meg ilyen kisebb betegségek kimutathatóak és időbe kezelhetők. Reméljük, hogy minél kevesebbet fognak legközelebb is kiszolgálni.
kiszűrni, és hát reméljük, hogy ezen az október végén is ugyanilyen szép nap lesz, mint a mai, és minél többen, vagy legalább minimum ennyien eljönnek vért adni. Igen, hát én is bízom benne, és mindenkit kérek és megszólítok így a tévéképernyőjén keresztül, hogy október 26-án, amennyiben módja is lehetősége van, látogasson el a művelődési házban, és adjon vért, ezzel is segítse a véradásunkat. Még annyit szeretnék a mai nappal kapcsolatban megemlíteni, hogy sikerült adományokat szereznünk a véradóknak. Én úgy gondolom, ez is egy nagyon szép dolog, hogy vannak olyan vállalkozók, akik ilyen formában támogatják a véradó mozgalmunkat, a véradónak meg ez is nagyon jó, mert hisz ez egy kis megbecsülést jelent számára, és én láttam, hogy örült mindenki, aki átvette ezt a kis adományt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok, és mindenkit szeretettel várunk október 26-án a véradásra.